A 2020-ig tartó uniós ciklusban jelentős összeg fordulhat egészségügyi fejlesztésekre is. Az alap és a kórházi ellátásban az infrastruktúra javítása kiemelt feladat, az egészségügyi ellátórendszer informatikai hátterének szélesítése, az ágazatban a humán erőforrás folyamatos biztosítása szintén. A vidéki területeken a járóbetegellátás elérhetősége, az alapellátásban pedig a háziorvosi praxisok megerősítése a cél. Az emberek egészségtudatos magatartását célzó komplex szakmai programok is uniós támogatáshoz juthatnak 2020-ig. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát az állami szolgáltatásokon belül az egészségügyi ellátás az, ami az összlakosságot érinti, ezek után következik az oktatás, tehát az egészségügyi ellátás az emberek fókuszában van mindenféleképpen. Azt elmondhatjuk, hogy minden stratégiai programot vagy fejlesztési területet megelőz egyfajta helyzetfelmérés, és ez igazából a 2020-ig tartó ciklusra fokozottabban igaz. Hogyan történt ez a helyzet felmérés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egészségügyi szolgáltatása? Milyen színvonalon működik, mennyire elérhető a településeken? A megyei fejlesztési dokumentumokban is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel természetesen, és a területi operatív programnak egy célterülete az egészségügyi alapellátásnak a fejlesztése. Éppen ebből a tapasztalatból kiindulva, jelesül abból, hogy itt a legnagyobb a fejlesztési igény. Tehát valóban jelentős források fordítódnak erre a területre ebben a 7 éves ciklusban is. És azt is tudva, hogy a kórházaink, legalábbis a vidéki kórházak, ugye Budapestről hallani, hogy ott vannak komoly elmaradások, de beleértve minden vidéki területet, itt a megyében is, József András kórház fejlesztésére gondoljunk, vagy akár Máté Szalka Kisvárdára is, Fehérgyarmatra, tehát egy jelentős infrastruktúrális és műszeres megújítás történt. Az EAO-ban is, tehát az Észak-Alföldi Operatív Programban is, és a TOB-ban is, a megyei operatív programban is vannak ilyen források, de azt látjuk, hogy itt a legnagyobb a pályázati túligénylés, tehát a legnagyobb forrásokhoz képest 2-3-szoros volt a pályázat igény, mint amennyit a TOB-ból erre a területre fordítani tudunk. Tehát éppen azért választottuk az egészségügyi alapellátás témakörét, mert úgy érezzük, hogy itt van a legtöbb mondanivalónk, vagy itt a legnagyobb a szükség. Amiért most mi ezzel foglalkozunk, az pedig ugye az a belügyminisztériumnak van egy önkormányzati koordinációs irodája, amely 8 megyei önkormányzattal együttműködve kiválasztott, ugyancsak velünk, mi javaslataink alapján egy olyan tématerületet, ahol éppen az megyei önkormányzatok koordinációs feladataiból kiindulva, de komoly fejlesztési igény vagy fejlesztési szükséglet van. Mármint az egészségügy terén. Így van. Hogyha megnézzük ezt a helyzetelemzést vagy helyzetfeltárást, akkor miket vizsgáltak, milyen kérdéseket vizsgáltak konkrétan? Hát kiemeltem mondjuk a humán erőforrás, mert ott talán még nagyobb a probléma, mint a műszernél vagy az infrastruktúránál, hiszen ezek pótolhatóak, ha megfelelő forrás van rá. Viszont egy humán erőforrás, hogyha kiöregedett a háziorvos, hogyha a vidéki területekre a frissen végzett, egyetemet végzett leendő orvosok vagy orvosok nem szívesen helyezkednek el, tehát fel kell tárni, hogy miért, mi ennek az oka, pusztán anyagi kérdése, vagy valami más oka is lehet annak, hogy a háziorvosi praxisok ilyen módon hát kiürülőben vannak. Tehát még a megyei önkormányzat kórházi fenntartó volt, addig sok polgármester keresett meg azzal, hogy lenne valakinek kedve mondjuk egy megyei kórházi állásból elmenni vidékre háziorvosnak. Hát kevés segítséget tudtam nyújtani a polgármester kollégáknak, nem szívesen, illetve hát egyáltalán nem mennek el kórházi orvosok háziorvosnak. A mostani statisztikákból, adatokból is látszik, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében inkább a határmenti területeken kevés az orvos, kevés a háziorvos, vagy van üres praxis, és helyettesítéssel oldják meg az ellátást. Ugye minél messze vagyunk a központoktól, megyeszékhelytől, esetleg nagyobb városoktól, annál nehezebb ez a probléma. Tehát valószínű, hogy összefügg, illetve hát az eddigi vizsgálataink is alapján összefügg ez a központtól való távolság problémájával, a vidéki létnek a problémájával. Ugye hiába történnek infrastruktúrális fejlesztések, út és a építési beruházások, hogy közel legyen ugye akár a megyeszékhely,
ez mégsem akar valahogy elmozdulni. Hát erre vannak állami programok, a házi orvosok praxis jogának a megvásárlására, támogatására, stb. Ez talán vonzó lehet a fiatal házi orvosoknak, viszont azt megnézik, hogy egy-egy településen milyen az infrastruktúrája, vagy a rendelőknek a felszereltsége, a kubatúrája, ehhez viszont jöhetnek, vagy kerülhetnek uniós források most ebben a ciklusban. Így van, tehát ahogy mondom, a rendelkezésre álló uniós forrás, majd több milliárd forint, a felmerülő igényeknek, tehát amit pályázatokból láttunk, körülbelül a felére, harmadára elegendő. Tehát már most fontos tanulság, és ezt nyilván jelezzük is az állami szervezeteknek, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy itt komoly további hazai forrású pályázati pénzek szükségesek ahhoz, hogy ezeket a körzeti rendelőket, háziorvosi rendelőket megfelelően fel tudjuk újítani ezeket a praxisokat. Mit mondanak az önkormányzatok, mire szeretnének költeni ezen a területen természetesen? Hát ugye egy háziorvosi praxis általában összekapcsolódik védőnői, illetve nagyobb településeken fogorvosi praxisokkal is, sőt gyerekorvosi praxissal is. Egyébként a pályázat preferálja ezeket a pályázati forrásokat, vagy pályázati formákat, hogy minél több hát orvosi funkció ezekben a rendelőkben megjelenhessen, különösképpen a védőnői praxisokkal is egyébként. Akkor elsősorban fel szeretnék újítani az épületet, műszereket venni, korszerű berendezéseket szeretnének vásárolni. Az előző ciklusban egyébként elindult ezeknek az épületeknek is az energetikai felújítás, a korszerűsítése, illetve hát volt egy nagyobb csomag az előző ciklusban, ami pedig azt a célt szolgálta, hogy a kisebb településeken elérhetővé válhassanak a járóbeteg ellátásnak bizonyos formái, így módon nagyobb centrumok is épültek, létesültek. Igen, ezek voltak a járóbeteg szakrendelő központok, ugye Ibrányban, Baktalurántházán, Csengerben, ha jól emlékszem, épültek ilyen központok. Én úgy gondolom, vagy úgy tudom a kollégák visszajelzése alapján, hogy ezek jól működnek, habár a szakorvosi ellátottságit is problémát okoz időnként. Milyen igényeket szolgálnak ki ezek a központok? Hiszen ugye az volt a cél, hogy egy-egy nagyobb központban, járási szintű központban több településen élők hamar és gyorsan hozzájuthassanak az egészségügyi szolgáltatásokhoz, az egészségügyi ellátáshoz, illetve egy olyan célt is szolgáltak, hogy ne kelljen utazni a betegnek a nagyobb központokba, nagyobb kórházakba, esetleg a megyeszékhelyre. Milyenek a visszajelzések? Hát a kezdeti nehézségek után még normatíva, meg finanszírozási problémákat vetettek fel. Ezt az állami normatíva rendszer erre reagált, és hát élettel teltek meg ezek a rendelők, legalábbis az én információim szerint, és szakorvosokat is sikerült a kórházakból kicsábítani, már úgyhogy oda mennek rendelni. Tehát folyamatos rendelés, vagy hogy egy orvos ilyen centrumokban rendeljen, az tudomásom szerint nem, de időnként kórházi szakorvosok rendelnek ezekben a rendelőintézetekben, és ezek úgy tudom, megfelelő képpen működnek. Az egészségügyi ellátásban elindult egy folyamat, ami az informatikai háttér fejlesztésére irányul. Ez először a kórházakban csapódik le, de aztán el kell, hogy érjen a házi orvosi praxisokig, illetve hát ezekben a bizonyos centrumokban is fontos lenne ez a hálózati összeköttetés. Erre külön forrás lesz-e, vagy már ebből az uniós büdzséből erre nem jut, aztán az állami források jöhetnek szóban? Hát ebből a büdzséből nem, de ez egy nagyon fontos valóban, és ezt is feltártuk, ezt a problémát, hogy az informatikai hálózatok össze kell kapcsolni, egy csomó utánajárás, betegutak csökkentése, beteg megelégedettségi mutatók ebben biztos, hogy tetten érhetők. Egyébként már most is vannak ilyenfajta informatikai rendszerek, amik mondjuk a beteg adatcserét lehetővé teszik, tehát nem kell feleslegesen felkereste mondjuk a kórházat, hogyha ilyenfajta ügyekben kell adatot szolgáltatni. Tehát vannak ilyen fejlesztések, vagy már most is vannak, de ebben még komoly elmaradásunk van. Mások zárásként nagyságrendileg körülbelül mennyit költhetünk ezen a területen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? 5-6 milliárd forintot ebben a 7 éves ciklusban. Azért nem pontosan mondom, mert vannak visszahulló pénzek, második kiírás, tehát lehet, hogy még ez egy pár milliárd forintra az összeg nőhet is, de nagyságrendileg így igaz ez, ahogy mondtam. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen.